Nem helyezhet el Szigetvár polgármestere egyetlen villanyoszlopon sem választási plakátot, ugyanis az állami szerződő cég nem adott erre engedélyt. A polgármester azt kifogásolja, hogy ugyanaz a cég Pécsett és Szentlőrincen másnak engedélyezte a választási hirdetés elhelyezését. Tisztelt lakosok! A segítségüket szeretném kérni. Mivel a villanyoszlopokra nem tehetem fel a plakátjainkat, ezért úgy határoztam, ha vannak olyan engem és az egyesületem jelöltjeit támogató lakosok, akik megengedik, hogy a közterületről látszó kerítésükre, erkélyükre vagy más felületükre a kampány idejére feltegyük a plakátjainkat, azok kérem jelezzék felém. Ezt kérte Szigetvár polgármestere a város lakóitól egy közösségi oldalon elhelyezett posztban. A megfelelő állami céget felhívtam, illetve hivatalosan e-mailt írtam, hogy szeretném önökkel tudatni, hogy a villanyoszlopokra szeretném fölhelyezni a plakátjainkat. Erre közölte velünk a cég, hogy az EON-nal olyan szerződést kötöttek, amely nem engedélyezi a villanyoszlopokra való plakátok felhelyezését gyorskötözőkkel. Este, amikor viszont leártam Pécsen és Szentlőrincen, akkor mondanám, hogy megdöbbenve tapasztaltam, hogy mind Pécsen, mind Szentlőrincen, fönt a villanyoszlopokon, ahol ugyanaz a áramszolgáltató cég van, fönt vannak a hirdetési plakátok. Sokan jelezték a polgármester felé, hogy szívesen segítenek neki. Több helyen a város első embere a lakókkal együtt helyezte el a kerítésen a plakátokat. A városban csak egy-két plakátot láttam a polgármester úrról, illetve a képviselőnkről, képviselőinkről, és úgy tudom, hogy más, tehát a másik oldalról viszont elég sok nagy plakát fönt van, és úgy gondoltam, hogyha nem lehet már itt a villanyducra se fölrakni, akkor én megengedem. A polgármestere megígérte, hogy október 13-a után minden kerítésről leszedik, és elszállítják a választási hirdetéseket.